Klarinét zene fogadta hétfőn késő délután a Csikós-Töttősi Hagyományok Házához érkezőket. Innen néhány méterre, a terület szomszédságában adták át, ugyanis nem sokkal később a nemzeti összetartozás terét, valamint egy turulszobrot. A trianoni békediktátumnak emléket állító tér és az alkotás Pintér Szilárd Csikós-Töttős korábbi polgármesterének, a falu szépítő és horgász egyesület elnökének ötlete volt. 2020-ban megnyílt a lehetőség, tudtunk pályázni, sajnos a pandémiás időszakban a kivitelezést nem tudtuk megvalósítani. Hiszem, hogy ez az egyéb nem számít, hiszen a jövőnek állítottuk ezt az emlékművet, hogy emlékezzenek mindig a múltunkra. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az eredeti tervek szerint 2020-ban avatták volna fel a Csikós-Töttősi teret, de a világjárvány akkor keresztül húzta a számításaikat. Potápi Árpád János úgy fogalmazott, most viszont a nehézségek ellenére mégis sikerült méltó módon emléket állítani Trianonnak. Öröm látni azt, hogy minden nehézség és viszontagság ellenére az idei évben a járvány elültével mindazok a megemlékezések, amelyek elmaradtak, azokra most sor kerülhet, és így Csikós-Töttősön is átadhatjuk ezt az emlékművet, illetve ezt a kialakított új kis teret, és jó látni azt, hogy az itteni lakosok is fontosnak érzik ezt, és a magukénak érzik. Az átadón Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vett. Ő arról beszélt, hogy bár Trianon szétszakította a magyar nemzetet, fontos, hogy lehetőleg minden faluban és városban legyen jelképe a nemzeti összetartozásnak. A mi feladatunk, mint kormánynak az, hogy katalizátorok legyünk. Az, hogy összehozzuk a határon túli magyarságot a magyarországival, és ezért például a Potápi Árpád képviselő úrnak, államtitkár úrnak egy múlhatatlan érdeme, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban óriási fejlesztést hajtott végre. A szobrot Szatmári Juhos László, erdélyi származású, Szekszárdon élő szobrász készítette. Az egymásba fonódó, ég felé repülő, turult, megformáló emberek csoportja egyszerre jeleníti meg az összetartozás és az elmúlás élményét. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes az avatáson arról beszélt, fontos, hogy a magyarság összetartozása ne csak határon túli és inneni testvértelepülések kapcsolataiban valósuljon meg. Ez azért fontos, mert amíg csak ilyen teoretikus dolog, hogy erdélyi testvéreink, felvidéki, délvidéki, az úgy egy szép dolog, meg szívent melegentő dolog, de egészen más, hogyha személyesen ismerem a húsvér embereket, a Józsit, a Jánost, a Bélát, akkor egészen másképp viszonyulok hozzá. Ezért is fontos az, hogy minden településen legyen egy látható jele annak, hogy egy nemzetnek a tagjai vagyunk, és hogy a történelem hiába szakította szét a határokat, azért mi még egy nemzetnek a tagjai vagyunk, egy nemzethez tartozunk, most már hála Istennek egy állampolgárságunk is van. A Csikós-Töttősihez hasonló emlékművek Semjén Zsolt szerint nagyban hozzájárulnak magyarságunk megéléséhez, de a kormány is számos programmal segíti a magyarság tudat erősítését. Az egységet, hogy egy nemzet tagja vagyunk, ugyanannak a magyarságnak vagyunk a tagjai, pont azt teszi megélhetővé, hogy vannak ilyen emlékhelyek, és azt teszi megélhetővé, hogy személyesen ismerjük határon túli véreinket. Ezért is csináltuk például a határtalanul programot, aminek keretében az a célunk, hogy minden határon túli magyar gyerek eljusson intézményes formában Magyarországra, és különösen az, hogy a magyarországiak ne érettségizzenek le úgy, hogy nem voltak intézményes formában valamelyik határon túli magyar közösségbe. És a mi feladatunk az, a katalizátor szerepe, hogy először csak összehozzuk, majd utána az a tapasztalat, hogy barátságok sok esetben szerelmek szövődnek, és utána már a család megy vissza a másik családhoz, és ez adja azt a szerves szövetet, a hajszál gyökereket, amivel be tudjuk hálózni az egész Kárpát-medencét. Az, hogy a Csikós-Töttősi szobor és az annak helyet adó tér kiválóan alkalmas az összetartozás élményét erősíteni, mi sem mutatja jobban, mint hogy az átadásukra még a környékbeli településekről is szép számban érkeztek emberek.